az útmutatónk újszövetségi evangéliumi szakasza már a Lukács evangéliumának a 15. részéből az első 10 vers, jól ismert példázata ez Jézusnak, így kezdődik, közelgettek pedig ő hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt. És zugolódtak a farizeusok és az írástudók mondván, ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Ő pedig ezt a példázatot beszélte nekik mondván. Melyik ember az közületek, akinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja azt, és ha megtalálta, felveti az ő vállára örülvén. És hazamenvén egybehívja barátait és szomszédait, mondván neki, örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett volt. Mondom néktek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége a megtérésre. Avagy ha valamely asszonynak 10 drachmája van, és egy drachmát elveszt, nem gyűjt egy gyertyát, és nem zsepri ki a házat, és nem keresi gondosan, míg nem megtalálja. És ha megtalálta, egybehívja az ő asszonybarátait és szomszédait, mondván, örüljetek én velem, mert megtaláltam a drachmát, melyet elvesztettem. Ezenképpen mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Az a helyzet, hogy az ilyen sokszor hallott és olvasott ige szakaszoknál az ember nem is mindig talál új üzenetet, de az ismételgetés majdnem olyan, mint a szokott liturgiai rend, annak az állandó darabjai, mint amilyen a mi atyánk ima is, hogy akárhányszor mondjuk el, mégis úgy érezzük, hogy életünknek fontos, Isten tiszteletünknek kihagyhatatlan része. És nem lehet elég gyakran felidéznünk az Úrnak azokat a tanításait, Jézusnak azokat az evangéliumi üzeneteit, amelyek azt húzzák alá, hogy Isten senkinek a leszakadását, az elveszett voltát nem szemléli közömbösen, vagy nem mondja azt, hogy hiba határon belül van. Ismerjük ezt a kifejezést a statisztikából. Az 1%-os eltérés az nem szignifikáns eltérés. Tehát amikor vizsgálják például a pártok támogatottságát, akkor, vagy a személyeknek a támogatottságát, akkor az 1%-os eltérés az nem lényeges eltérés. Az úgy szokták mondani, hogy a hiba határon belül van. És azt mondhatjuk a pásztorembernek vagy általában az állatokkal foglalkozó embernek a gyakorlatából, hogy hát ott, ahol mondjuk rendszeres a szaporulat pláne, ott egy báránynak az eltűnése az nem rengeti meg olyan nagyon a gazdának a költségvetését. És Jézus szándékosan mutat ilyen arányokat. Ismerjük ezt a fejezetet, ez egy összefüggő példázat, láncolat, mi ebből kettőt néztünk meg most, az egyikben ugye az 1%, aztán a 10% és a végül az 50%, az egyik ide, másik oda, a tékozló fiú történetében, ahol próbálja valahogy értésünkre adni kortársainak és nekünk is, hogy ha biztonságban vagyunk, ha élvezzük az Úr megtartó kegyelmét, akkor ne lustuljon el a szellemünk, és ne képzeljük, hogy
hogy hozzánk hasonlóan gondolkodik Isten, és nem számít neki az 1%, a 10%. Nem tud veszteségben gondolkodni, személyekben tud gondolkodni. Az elveszett az ő számára nem egy statisztikai adat, hanem egy egyedülálló, egyedi valaki. Ugyancsak Lukács evangéliumában van az a megjegyzés, amire reflektál Jézus önmagával kapcsolatban, amikor keresztelő János kerül szóba, eljönnek hozzá, faggatják egy kicsit, és mikor távoznak Jézus elérkezettnek, látja az időt, hogy a várakozó emberek szellemi restségét és komolytalanságát érzékeltesse, amikor azt mondja, itt van ez a komoly ember, keresztelő János, aki már-már aszkéta, ugye sáskát, erdei mézet eszik, és nem tartjátok hitelesnek őt. És mihez hasonlítsa a nemzetségnek emberei, mihez hasonlók a piacon ülő gyerekekhez, mondja Jézus, akik egymásnak kiáltanak, és ezt mondják, sírportunk, és nem táncoltatok, síralmas énekeket énekeltünk nektek, és nem sírtatok, mert eljött keresztelő János, aki kenyeret sem eszik, bort sem iszik, azt mondjátok, ördög van benne. És eljött az ember fia, aki eszik és iszik, és ezt mondjátok, imé a falánk és borívó ember, a vámszedők és bűnösök barát. Miért? Azért, mert Jézus egyébként keresztelő Jánoshoz hasonlóan az egész ige hirdetésének a fő témájává Istennek ezt a megkereső szeretetét tette, térjetek meg, elközelített a mennyek országa, ne gondoljátok, hogy Istennek mindegy, hogy mi történik veletek, hiszen az ő isteni valóságát, méltóságát semmi nem rengetheti meg, akkor is mindenható és örökké való és szentséges marad, ha egyetlen egy ember sem üdvözül, de mindenható szentséges és szomorú Isten lesz ő, pedig e mostani igényünk szerint is örvendezni akar. Sőt, Jézus nem csak a vágyról beszél, hogy Isten örömét akarja lelni az emberben, hanem egy ilyen hittel teli jövőképet fest ide, örvendezés lesz, vagy örvendezés van. Ugye azt mondja, nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnös felett. Aztán a második példázatában örvendezés van az Istennek angyalai színe előtt. Tehát Jézus hite, nagyon erős hite arról szól, hogy az 1%-kal kapcsolatban is Isten ezzel az erős, határozott akarattal tekint előre, örvendezés lesz az Isten angyalainak a színe előtt, 10%-nál is nagyobb öröm van a mennyben. Nem arról beszél, hogy esetleg ez egy elképzelhető dolog, hanem ez egy olyan törvény, amelynek a beteljesülése bármelyik pillanatban joggal várható. Szóval nem egy rendíthetetlen, magányos, nagyméltóságú, örömtelen vagy közömbös Isten az, aki a világra annak vergődésére tekint, hanem nagy hittel és reménységgel néz erre a világra és örvendezni akar. És talán ezt fejezi ki
Jézusnak az a mássága a keresztelő Jánoshoz, vagy a kor eszkéta, vagy aszkéta kegyeseihez képest, akik böjtölnek, akik hamut szórnak a fejükre, akik tüntetnek a nagy világfájdalmukkal, azokkal szembe ő egy vidám, örülni akaró istenképet képvisel közöttünk, aki leül az elveszettek asztalához, aki nem távolról, nem maszkban és gumikesztyűben nyújtja ki szentséges karjait, hanem közel jön, érinthetővé válik, és teljesen bevonódik az embernek a boldogságába. A kép ugyanaz, mint korábban, amikor ez a bizonyos a 7. fejezetben a keresztelő Jánossal kapcsolatos megjegyzés van. Most is bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. De szeretem Jézusnak azt a szinte utánozhatatlan stílusát, ahogy soha nem mond le a farizeusokról és az írástudókról sem. Bennem erős a késztetés az összecsapásra a farizeusokkal és az írástudókra, a keserűség, hogy miért nem tudnak másként tekinteni az elveszettekre. De most Jézus a magatartásával ugyanazt üzeni a farizeusok felé, hogy lehetnek ők is az 1%, lehetnek ők is a 10%. Velük kapcsolatban is Isten örülni akar, és nem akar róluk se, a gőgös, elzárkózó, irgalmatlan emberekről lemondani. Sokkal könnyebben látja meg az ember az ágról szakadt, elveszett, menekültben, kiszolgáltatottban az elveszett bárányt, mint a gőgös polgármesterben, vagy főhatósági személyben, de Istennek fáj az irgalmatlan rendőrtiszt és az irgalmatlan polgármester, vagy miniszterelnök elveszett lelke is, és azt akarja, hogy ő is éljen, ahogy ez a délelőtti igehirdetés gondolatában is benne volt. Feltűnik nekem ebben a szakaszban az is, hogy nem ilyen személytelenül beszél az elveszésről, hogy egy bárány elveszett, hanem azt mondja, hogy melyik ember az közületek, akinek a 100 juha van, és egyet azok közül elveszt. Tehát a pásztor veszti el a bárányt, és ezért nem háríthatja az elveszettségnek a problémáját az elveszett bárányra. Tehát vállalja a felelősségét abban, hogy a bárány elveszett. Mi könnyen szeretnénk ezt a felelősséget mindig Istenre áthárítani, aki ezelőtt nem zárkózik el. Tehát nem mondja azt, hogy a világ egyébként maximálisan biztonságos, az üdvösség útja kiszámíthatóan jó, el lehet veszni azon az úton, és a pásztor vállalja a különleges kapcsolat újrafelvételét annak érdekében, hogy újra kiegészüljön az ő nyájának a teljessége, és ebben akkor a kockázatot, a munkát, a fáradtságot, a kétségeket, a szomorúságot, az teljes odaadást, hogy én a jó pásztor, mondja János 10-ben, aki életét adja a juhokért, idáig elmenően is
küzdjön azért, hogy, hogy helyreálljon az ő közösségében a világnak az a rendje, ami Istennek a rendje, aki nem akarja, hogy egy is elveszzen közülünk. Szóval elveszít egyet a pásztor, és azzal folytatja Jézus azt, hogy ez az ő hallgatói között is jellemző. Fogadjuk el, hogy így van, mert senki nem szól közbe és nem tiltakozik, amikor azt mondja, hogy ki az közületek, aki ha elveszt egy bárányt, akkor nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja azt. Minden szónak jelentősége van, ez a míg nem. Ez azt jelenti, hogy a teljes bizonyosság itt megy utána. Hivatkozik Jákob is erre az apósa előtt, profétai szövegekben is benne van, hogy a pásztor addig nem nyugszik, amíg legalább bizonyítékot nem nyer. Tehát amíg az elhúzott állatnak legalább a fülétbe nem tudja szolgáltatni, valamit belőle el kell számolnia az elveszettel, tehát míg nem megtalálja azt. És ha ez a hozzáállás ott van az emberben, az egyszerű hétköznapi pásztorban, ha ez egy jellemző dolog, akkor miért lenne Isten más? Miért nem gondolkozik el az ember azon, hogy de hiszen ez a bennem lévő késztetés, honnan is erre belőle? Isten hagyja, hogy elvesszenek emberek, én pedig nem hagyom azt se, hogy egy bárányom elvesszen. Hát honnan máshonnan kaptam én ezt az ingert, ezt a fáradhatatlan késztetést, ezt a semmitől meg nem állítható vágyat, hogy megtaláljam azt, amit elveszítettem. Hát Istentől kaptam ezt, aki nem nyugszik bele az embernek az elveszett állapotába. Na most minden példázatnál felbukkan az öröm. Az örömnek valamilyen kézzelfogható formája. Hazamegy a pásztor a nyakában a báránnyal ókori domborművek kedvelt képe, az asszony a második példázatban fölmutatja az elveszett pénzdarabot, és nem zárja magába ezt az örömöt. Nem mondja azt, hogy na jó, akkor megoldottam a problémát, és meg lélegzik, hanem tanukat gyűjt az öröméhez. Mondom, ilyen kis apró dolgokra próbáltam figyelni most, amire eddig még nem. És ennél a gondolatnál is az jutott eszembe, hogy az elveszítés, tehát amikor elveszett a bárány és elgurult a pénz, ezt nem tanuk előtt jelenti be. Tehát nem hív össze egy kutatósereget, hanem egyedül vág neki a dolognak. És akkor azon gondolkoztam, hogy vajon miért teszi ezt. Talán a tékozló fiúnál értjük meg leginkább, hogy van az elveszettségnek egy olyan mélysége, amit csak nagy tapintattal lehet kezelni. Elég, ha a pásztor látja, hogy milyen állapotban van az elveszett bárány, és bőven elegendő, hogyha a megtalálás diadalmenetébe kapcsolódnak be az ismerősök és barátok. Nem baj, ha a szomszédasszonyok nem látják, hogy hol nem járt régen a seprű a házban.
azt, hadd csinálja a háziasszony egyedül, és hadd legyen csupán a megtalált éremnek a ragyogása az, ami felett a felhőtlen öröm, az örömben való osztozás bekövetkezik. Szóval Istenünk egyfajta bensőséges, tapintatos csendben viszi véghez a mi személyes megtaláltatásunkat, üdvösségünket, megkeresésünket, és az öröm viszont nem egy ilyen zárt, kétszemélyes ügy. Nem arról van szó, hogy áll egymással szemben a pásztor és a bárány, és ki a maga módján fejezi ki az örömét, hanem egy ünnepségnek a szereplői mindketten, és ugyanígy az asszony történetében is. Tehát a végső eseményre, majd a tékozló fiú történetében hasonlóképpen nem küldte a szolgák hadát felkutatni a fiát. Az első jelenetek, az újra egymásra találás, az négy szem közt történik, mikor elé fut. Már a végén a méltóság megkoronázása az, amit nagy nyilvánosság előtt végső soron az angyaloknak az örömre kész nagy nyilvánossága előtt visz véghez az Úr. Aztán ezen is gondolkoztam, hogy de jó, Isten környezetében ott vannak ezek az ő küldöttei, az angyalok, akik olyan nagy, nyitott boldogsággal erre készülnek. Nincs bennük kárhozó, nincs bennük lázadás, immár. Miért kell nekik a elveszettek gondjával foglalkozni, örülni akarnak, örülni, és örülni, ezenképpen mondom néktek, örvendezés van, örvendezés lesz. Ez az Úrnak a hite, az ő angyalai előtt, ha egy bűnös ember megtérésre jön.